Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Az életjáték, mondja a 47 éve polgármester Pásztor Béla. Rosszabb állapotú járművekre számítanak a szervizek. Szexárdon is nyílt napot tartottak a mentők napja alkalmából. Kiemelkedő sikerek a szakmai versenyeken. Egészségnapot tartottak a Szent István házban. Az valószínűleg a világon is egyedülálló, hogy valaki 47 éven át vezesse egy település életét. Pásztor Béla Veresegyház polgármestere 1965 óta tölti be ezt a tisztséget. A léleképítő sorozat vendégeként a városvezető azt mondta, soha nem érdekelték a politikai játszmák, ő szolgálatot látott és lát el a mai napig is. Életfilozófiája szerint a földi lét egy játék, amit nem kell túl komolyan venni. Pásztor Béla túl a 80. életévén még mindig aktívan irányítja a Veresegyház napi életét. Még jócskán hangoztatták Magyarországon a megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot és a szocializmus eszmeiségét, amikor hivatalba lépett. És jöhetett akármilyen ideológia, nem ingatta meg a székét a városházán. A léleképítő sorozat vendégeként beszélt életéről és az elmúlt majd 5 évtized tapasztalatairól. A legfontosabb az emberi becsület. Voltak nehéz időszakok, voltak könnyebb időszakok, de az, hogy a feladat, vagy a környezet, vagy bármi más hamisan nyilvánuljon meg, az nem lehetséges. Tehát ha baj van, akkor a bajról kell beszélni, ha siker van, akkor a sikerről kell beszélni. Tehát az ember legyen nyitott könyv azok előtt, akik őt megválasztják. És az nyitott könyv, ebbe beletartozik a család, a mindennapi élet, hozzám bárki bármikor benyithatja az ajtót. Az én kapum soha nem volt bezárva, az ajtóm se, de olykor-olykor a feleségem bezárta. Tehát az a fajta nyitottság, amelyik azt az életet képezi le, amit az ember a mindennapokban megél. Engem soha nem érdekelt, mi zajlik a világban és mi zajlik Magyarországon az úgynevezett nagy politikában. Nem befolyásolta sohasem azt, mit gondoljak a világról, mondja. Én minden cselekvésemet az emberek szolgálatára végeztem, és ennél több nem kellett. Én nem voltam soha pártag, becsületesen értem, tőlem bárki bármikor bármit kérdezhet, arra őszinte választ kap, és tulajdonképpen ez a lényeg. Engem bánthatnak, de ezt én nem veszem komolyan. Az élet játék. Van különböző végzettségem többek között, ugye rendezői, ismerem az emberi lelket. Az enyémet is, másét is, nem, akármit mondtak, bármit, nem hordoztam terhet, nem haragudtam az illetőre. Hát amikor feljelentettek, vagyis bíróságra citáltak, tárgyalásokra jártam, mindig jó kedvén elmentem, és amikor az ítéletet meghozták, ugye egy fölmentő ítélet volt, aki följelentett, kijöttünk, megöleltem, és minden jót kívánt. És nem volt bennem harag, hogy most miért jelentett föl. Az emberi élet egy színház. Az egyik szereplő ezt a feladatot kapja, a másik szereplő azt a feladatot kapja, és ezt kell megélni. Ettől nem szabad menekülni, én nem mondom, hogy nincsenek nehéz helyzetek, és senki ne értse félre az én gondolkodás módomat, mert tudom, hogy van. Mindannyian másként viseljük a nehéz időket is. Én kívülről nézem magamat, meg kívülről nézem a világot is, ahová egyébként tartozom, és ez nem csökkenti a cselekvési kedvemet, de bármilyen tragédia előfordult, mert persze ilyenek vannak, nem sújtott le, és bármilyen siker
nem emel túl föl. Normálisan élek, mondja Pásztor Béla, olyan módon, ahogy ezt a világ akkor és ott éppen lehetővé teszi számomra. Ha végigmegyek a városon, én süvegelek meg először mindenkit. És ha kérdéssel állítanak meg, tegyék, ez a dolguk, nekem meg, hogy őszintén válaszoljak. De én mindig törtem a fejem valami huncutságon, és mindig szükségem volt rá, hogy vezető szerepet töltsek be. Én magamnak soha nem kívántam semmit, sem gazdagságot, sem pénzt. Ha valakinek segíthettem, akkor az utolsó filléremet odaadtam. Nem félek az élettől, nem féltem is, hát most már a vége felé járok, az Úristen majd megmondja, hogy mennyit ad még, de azt mondaná, hogy hát most jöjjön, akkor megyek. Közeleg azon moratórium lejáratának az ideje, mely a pandémia ideje alatt lejárt műszaki vizsgával rendelkező gépjárművekre vonatkozik. Sokaknak egy, illetve két évvel is eltolódott a vizsgáztatás ideje. A tulajdonosoknak június 30-áig van lehetőségük bepótolni hiányosságukat, ellenkező esetben bírságra számíthatnak. Autók sorakoznak a műszaki vizsgára várva. Közeleg a június 30-ig szóló türelmi időszak vége, így sok embernek meg kell újítania a lejárt műszaki át gépjárművén. Nem megfelelő állapotú autóval veszélyes az utakon közlekedni, vallja a szakember. Antal Zoltán szerviz tulajdonos elmondta, egyre nagyobb tumultusra számítanak, ugyanis az emberek szeretnek kivárni az utolsó pillanatig. A vizsgálóállomások zöme, hát úgy gondoljuk, hogy azért ez nem egy igazán jó döntés született ebben, ugye mert a lejárt okmányok azok rendben vannak, de ugye ezek a műszaki állapottól függetlenül közlekedő járművek most, ugye ezek azért közúti balesetet is okozhatnak, holott ezt ugye nem biztos, hogy átgondolták rendesen a döntéshozók, és most ugye, mivel hogy ezt június 30-ával meg szeretnék szüntetni, meg is szüntetik, ugye gyorsan kérném a gépjármű tulajdonosokat arra, hogy ne egy szuszra tömörüljenek a június második felébe, hanem ugye a vizsgáló állomásokon próbáljanak időpontokat egyeztetni, mert ugye nagyon sok az az autó, amin elmaradt a műszaki. És egyszerre nem lehet megcsinálni a műszakit. Egy szuszra ugye a kapacitás hiányában. Hozzátette, a műszaki vizsgáztatás időigényes folyamat, így ha valaki az utolsó pillanatra halasztja, lehet, hogy sokat kell majd várnia. Egyéb javítások mellett pedig pluszköltséggel is járhat a folyamat. Az időpontot egyeztessék a vizsgálóállomásokon, hogy ugye ne legyen tömörülés, mert ők sem biztos, hogy nem azért akarják megcsinálni, mert nem akarjuk, hanem mert ő aznap már tegyük fel a 15-dik, a 20-dik, és ugye képtelenség fizikálisan ugye elvégezni. És ugye én úgy gondolom, hogy az elmaradt vizsgáknak a darabszáma körülbelül egy ilyen 30%, az, ami ebbe a két hónapban egy kicsit begyűrűzik. Akik elhalasztották ezeket a műszaki vizsgákat, hát a zömének, ugye az autónak az állapota, vagy a gépjármű állapota ugye azért nem elhanyagolható, és ugye azok nem akartak rá költséget vagy költséget tenni, és azok mind elhalasztották. Most ugye porul járnak, mert ezt ugye vagy megjavítatják, és be fogják vasalni rajtuk ezt az elcsúszást. Műszaki vizsgálat alkalmával a gépjárműnek tökéletesen meg kell felelnie a biztonságos forgalomban való közlekedés minden szempontjának. Ugye azt azért tudni kell, hogy egy műszaki vizsga az nem csak arról szól, hogy a vizsgáló állomás jól lehúzza a gépkocsi tulajdonosokat és elkérik a nagy pénzt, hanem ugye globálisan egy teljes átvizsgálás tartozik hozzá, ami ugye a két rendszám között van, ugye a járművön, az ilyenkor természetesen minden át van vizsgálva. Tudunk ugye állapot felmérést csinálni nem is, hanem hát a vizsgálatot végzünk a futóműről, a fékberendezésekről, ugye egyéb világító jelzőberendezések, biztonsági technikához, amik tartoznak, és ugye esetlegesen ezekből valami hiányos, vagy nem megfelel a közlekedés szempontjából, akkor természetesen ugye felhívjuk a ügyfél figyelmét, hogy ezt meg kell javítani, és ugye ebből bármi is kilóg a sorból, akkor ugye nem kaphat érvényes műszakit. Külön átvizsgálási díjért ugye először átvizsgáljuk a járművet, annak van egy X forint díja, és ugye ahhoz tesszük hozzá a hatósági vizsgadíjat, és ugye az lesz a teljes, hogyha sikeres vizsgát tett. Ha nem lesz
esetleg sikeres vizsga, akkor ugye az ügyfél nem bukott vizsgadíjat fizet, mondjuk tegyük fel most személyautó esetén a 16.290 forintot, hanem csak azt a 8.000 forint átvizsgálási díjat fizeti ki, és nincs bukott jármű. Elárulta, az esetleges hibák javítása érdekében célszerű a műszaki lejárati dátuma előtt 3-4 héttel elvinni az autót a szervizbe. Ugye mivel, hogy egy pár éve egy jó döntéssel hoztak olyat, hogy az ügyfél ugye a lejárat előtt 30 nappal, ha hozza, ugyanazt a dátumot kapja meg, mint ahogy lejárna. Na most, ha ő ebbe 30 napban jelentkezik ugye a gépjárművel, és esetleg még sem sikerül a vizsga, hogy beszéltük, akkor még a lejártáig bőven van idő ugye felkészíteni a járművet. Fontos tehát a személyautók rendszeres ellenőrzése. A nem megfelelően karbantartott jármű nem csak a tulajdonosára, de a forgalomban résztvevő összes szereplőre veszélyt jelenthet. A legtöbb mentőállomáson, köztük Szekszárdon is nyílt napot tartottak a mentők napja alkalmából. Magyarországon a szervezett egységes mentés 1948. május 10-től az országos mentőszolgálat megalakulásától létezik. Ezen alkalomból a látogatók betekintést nyerhettek az egyenruhások munkájába, és kipróbálhatták életmentő gyakorlataikat. Többek között ezzel a Lukasz névre keresztelt újraélesztő készülékkel is találkozhattak, akik ellátogattak a szekszárdi mentőállomás programjaira. A résztvevők megismerkedhettek a mentőautók felszerelésével, valamint hasznos életmentő technikákat is elsajátíthattak. Létai Máté mentőtiszt elmesélte, hogy az országos mentőszolgálat kezdetben 76 darab állomással indult, a járműpark nagy részét pedig a II. Világháborút átvészelt autók adták. Az országos mentőnap május 10-e. Azért ünnepeljük május 10-én, mert 1948. május 10-én alakult meg az országos mentőszolgálat. Gyakorlatilag ezzel született meg Magyarországon a egységes szervezetmentés, de egyébként érdekesség, hogy ezt megelőzően 1887. május 10-e volt a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnek a megalapításának is az ideje. Tehát avval indult el egyáltalán az, hogy szervezetmentés legyen, de ez ugye akkor még külön volt, tehát volt egyszer Budapesten, mint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, illetőleg voltak a vármegyék és a városoknak is a mentőegyesületei, és hát 1948-ban ezt vonták egy kalap alá, egy egység alá, így született meg az országos mentőszolgálat. Hozzátette, 1954-ben már rohamkocsi szolgálat is működött Magyarországon, melyre az a jellemző, hogy a korszak legújabb és legkorszerűbb technikáját felvonultatva igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak. A mentőnap alkalmával országosan is nyílt napokat tartunk a mentőállomásokon. Ilyenkor nagyon sok szeretettel várjuk azokat, akik az elsősegélynyújtás, illetőleg a mentés, az életmentés iránt érdeklődnek. Van lehetőség megtekinteni a mentőautóinkat belülről, a felszereléseket, amiket használunk, és hát nyilván ezen kívül hasznos praktikákat is tudunk adni, és adunk is nagyon szívesen, amiket hát így a mindennapi életben tudnak alkalmazni az érdeklődők, nyilván az elsősegélynyújtás területén, elsősorban egy újraélesztésre, légúti idegentest eltávolításra, sebellátásokra gondolok. Itt látható a szekszárdi esetkocsi, melynek a felszerelése az megfelel a mentőszolgálat által ugye egységesen országosan meghatározott eset kocsi felszereléseknek. Található benne lélegeztetőgép, illetőleg egy LifePak 15-ös monitor egység, amivel hát defibrillálni tudunk, pacemaker terápia, illetőleg vérnyomásmérés, véroxigén szintmérés, egy nagyon okos eszköz. Továbbá található benne gyógyszeradaguló pumpák, leszívógép, és hát itt vannak a mentőtáskáink, melyekben a sürgősségi ellátásban használatos gyógyszereknek a széles palettája található. Továbbá fönt ott a fönti fiókok is kötszereket, infúziókat és minden egyéb sürgősségi betegellátásban használatos eszközt tartalmaznak. A mellkas kompresszió volt az egyik gyakorlat, amit elsajátíthattak a résztvevők, ezután pedig a helyes lélegeztetési technika került terítékre. Lezajlott a 30 darab mellkas kompresszió, utána jön 2 darab befújás. Ez szintén úgy, hogy hátrahajtjuk a beteg fejét,
Viszont ha megnézzük, akkor ebben a helyzetben a légutak viszonylag el vannak zárva, viszont ezzel, hogy így kiemeljük ugye a fejet, itt kiegyenesedik maga a légcső, így sokkal könnyebben és effektívebben áramoltatható ugye a levegő, és átrajtjuk a fejet, erre fele fogunk elfordulni, és képbe fújás. Ennek a befújásnak ugye úgy kéne hatékonyan végezni, hogy így emelkedjen és süllyedjen a mákas, ezt nyilván szemmel ellenőrizzük, azért errefele fordítjuk a fejünket a befújás után, utána pedig 30 kompresszió és két befújás. Sütkei Gábor elmondta, próbatétel volt számára az újraélesztés kipróbálása, mert ezelőtt még soha nem csinált ilyen gyakorlatot. Ez számomra nagyon érdekes volt, meg hasznos is, mert soha nem tudni tényleg, hogy mit hoz a hónap, lehet, hogy megyek hazafele, valaki összeesik az utcán, és nem tudni, hogy mikor kell. Tehát soha nem tudni, évekkel ezelőtt ugye kaptam egy jó kis okostelefont, és akkor hallottam például azt is, hogy van ez az életmentő applikáció. És azt is letöltöttem, és sajnos már kellett használnom. Fejl László számára hasznosak voltak az életmentő gyakorlatok. Megtekintésükkel jobban beleláthatott a mentősök munkájába. Lényegében ugye ez azért is fontos, hogy ugye, tehát hogy fontos az, hogy az embereknek ugye segítsünk, hogyha bajba kerülnek, tehát ugye, míg ugye a mentők ugye kiérkeznek, tehát fontos az, hogy az alapszintű ellátást ugye biztosítsuk. Az életmentő gyakorlatok hasznosak minden ember számára, hiszen senki nem tudhatja, mikor lesz rá szüksége az életben. A Tolna megyei szakképzési centrum számos intézményének diákjai szerepeltek kiemelkedő sikerrel az utóbbi időben megrendezett szakmai versenyeken. Ezeknek a megmérettetéseknek egyik nem titkolt célja a gyakorlatigényes fizikai szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése, illetve a szakma tanulás népszerűsítése. Az pedig a diákok számára egy nagy könnyebbség, hogy aki jó eredménnyel végez ezeken a versenyeken, ő mentesülhet a vizsgák alól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is megrendezte a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója versenydöntőjének első fordulóját, melyet Vépen bonyolítottak le. A diákoknak a verseny során írásban, szóban és gyakorlatban egyaránt számot kellett adni tudásukról, mesélte a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégium mezőgazdasági gépész tanulója Nagy Márk, aki a 22. helyen végzett. Az előző gödöllői selejtezőn derült ugye ki, hogy ki az, aki bejutott, én örömömre bejutottam, és aztán utána elmentünk Vépre, rá egy hónapra körülbelül. Ott Vépen ez egy háromnapos rendezvény volt, és ott az első napon volt az ünnepélyes megnyitó, délután a szóbeli, a második napon pedig a gyakorlati része volt, itt ugye szántás, rakadógépezés, reszelés. Ez a vépi iskola kiküldött nekünk egy lapot, amin részletesen leírta, hogy mikre lehet számítani, készültünk előtte rendesen. Én úgy gondolom, hogy a szakmai tanárom, aki egyben a felkészítőm is volt, az beleadott mindent, és fel tudtunk készülni rendesen. Mi rendelkezünk otthon földterülettel, tehát ez a szántás ez nekem nem volt egy új dolog. A három év alatt gyakorlaton a reszelést, az ilyen fémmegmunkálás, rakodógépezést is ugye gyakoroltuk. Hát a szóbeli része az váratlan volt, én igazából kicsikorom óta nem szeretek szóban felelni. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium pénzügy számviteli ügyintéző tanulója Mózes Viktória az országos döntőbe került. A döntőben két rész volt. Először egy írásbeli forduló, majd a következő napon volt egy szóbeli forduló, ahol portfólió munkát kellett előadnunk. Kellett készülni pluszban, mert hiába volt a vizsgánkhoz hasonló. Kérdeztek egy magasabb szintű anyagot is, amit át kellett néznünk előtte. A döntőben 25-en voltunk, és április 12-én volt az első forduló, első napon volt az írásbeli része, erre két órát kaptunk. Nagyon fontos volt a versenyen az anonimitás, tehát sehol sem mondhattuk ki a nevünket, hanem mindenhol sorszámot kaptunk, és úgy kellett bemutatkoznunk. A második napon, 13-án pedig volt a portfólió előadás, erre 20 percet kaptunk, 15 percet kellett beszélnünk a portfólió munkánkról, és 5 percet kérdezhettek tőlünk a vizsgabiztosok. Négy vizsgarészünk lenne, és három alól kaptam felmentést. Egyedül ezt az írásbelit kell majd újra letennem.
Mákos Dorottya, szintén a Dombóvári iskola diákja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett szakmosztár verseny középdöntőjébe szerepelt kiválóan. A tanárok segítségével jutottam be, ők választottak ki. Nem egyedül mentem, viszont csak én jutottam tovább. És ott a versenyen Budapesten összesen 14-en voltunk, én a 9. voltam. Fontos volt ugye az anonimitás nálunk is, két része volt. Az első az egy egyórás írásbeli rész volt, de az se volt ilyen hú, de nagyon nehéz. Utána pedig egy portfóliót kellett előadnunk, amire összesen 15 percünk volt, és utána 5 percig kérdeztek tőlünk. Én nem abban a szakban indultam, hanem a felfejlesztett verziójában, úgyhogy nekem elég sokat kellett rá pluszban gyakorolnom, megtanulnom. Én igazából nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy eredményt el tudok érni, és minden rész alól a vizsgában felmentést kaptam. Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének országos döntőjén vasút üzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretekből Horváth Péter a 10., Pónya Márton a 11. helyen végzett. Verseny úgy nehéz volt, de hogyha készült rá az ember, akkor azért meg lehetett oldani. Az emelt szintű érettségének az anyagát kérték tőlünk a versenyen. Hát úgy otthon átnézegettem néha a dolgokat, meg ilyesmi, és úgy fogjuk rá, hogy ment a verseny. Hát ugye az egész országból voltak szerintem egy ilyen 50-en, 60-en azért biztos, hogy lehettek. Hát a vasúti szakmára azért elég kevesen jelentkeznek, de azért voltak egy páran, teljesen elégedett vagyok, mert nem számítottam volna, hogy eddig eljutok, szóval én már a 10. helyen is teljesen meg vagyok elégedve. A Tolna megyei szakképzési centrum méltán lehet büszke diákjaira, akik kitűnő eredményeikkel intézményei hírnevét is öregbítik. Egészségnap keretein belül szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők, a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának közös rendezvényén. A délelőttöt szakorvosok különböző témákban tartott előadásai színesítették, de a jelenlévőknek lehetőségük volt gyógymasszázson is részt venni, vagy akár egészséges édességeket és biotermékeket is megkóstolhattak. Jó, készülés vagyok, visszatok. Akár testtömeg és testzsír százalék mérésére is volt lehetőségük a jelenlévő időseknek a Szekszárdi Szent István házban tartott egészségnapon. Régóta hagyomány, hogy a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya közösen megrendezi ezt az eseményt, ahol a szépkorú érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt. A napot egészségügyi témákban zajló előadások is színesítették, ezeken választ kaphattak az érdeklődők az őket érintő problémákra is. Jelen pillanatban most vérnyomásmérés, vércukormérés, csontsűrűségvizsgálat, láb és a cipőkészítéssel kapcsolatban vannak itt kollégák, demencia, Alzheimer, porfelmérés, szemészet és szemészettel kapcsolatos vizsgálatok és szemüvegkészítés. Aztán biotermékek és azzal kapcsolatos édesítőszereket próbálnak itt a kollégák megismertetni a jelenlévőkkel, és még biotermékekből, zöldségekből és snutikat, akár ilyen kóstolókat kínálnak fel. Tulajdonképpen nekünk ez a céldal, vagyis hát ezzel az egészségnappal az a célunk, hogy megelőzzük, vagy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy oda kell figyelni magukra. Dr. Gabriel Orsoly, a pszichiáter szakorvos egy nagyon fontos, sok idős embert érintő témában tartott előadást, demencia és a család címmel. Elég gyakori és sokszor, hát ha nem is későn, de hogy nem időben veszik észre a szakemberek. Mert halogatódik, csak egy-egy tünet van, lapangó tünetek, pici tünetek, és aztán hirtelen van egy romlás, és akkor már sokszor kórházba kerülés van. Az első vezető tünet az a memória zavar, a feledékenység, elfelej dolgokat a hétköznapokban, nem tudja, hogy hova teszi a kulcsot, és így tovább, eltéved,
aztán súlyosabb állapotban már nem ismeri fel a környezetét, akár a saját otthonát se, vagy a családtagjait sem. Ez már egy előre haladott stádiumban van. A Szekszárdi Kórház pszichiátriai osztálya évente 2 alkalommal települ ki társzakmákkal karöltve, hogy minél szélesebb körben tudjanak szűrővizsgálatokat végezni az időskorú érdeklődőknek. A pszichiátriai osztálynak mondhatom azt, hogy küldetése azt, hogy az Alzheimer korral kapcsolatos szűréseket itt évről évre lebonyolítsuk, illetve alvászavar, hangulati zavar és különböző kognitív deficitek irányába is szűrjük az időseket. Gyakorlatilag ugye itt a környékről fogadjuk az időseket, illetve hogy ehhez kapcsolódóan mindig vannak előadásaink, amik a demenciával kapcsolatosak, vagy olyan életvitellel kapcsolatos problémákra világítunk rá, amik szintén az idős korosztályt érintik. Közvetlenül elérhető a vérnyomásmérés, a BMI számítás, vércukormérés, illetve idén lehetőség van arra is, hogy a diabéteses neuropátiával kapcsolatban felmérés készüljön, és van táplálkozási tanácsadás, és neurológus kollega van, aki szintén időskori neurológiai betegségekben ad tanácsokat, illetve délután lesz bőrgyógyászat, és a szemészünk is van. Tehát azt gondolom, hogy itt egy óra alatt, vagy másfél óra alatt gyakorlatilag egy csomó szakma rendelkezésre áll, és segítséget nyújt, amit akár hetekig, vagy ugye a varcsontsűrűség vizsgálat, az pedig hát évek kellenek, míg valaki sorra kerül, és tényleg én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés arra, hogy azonnali információkhoz jussanak az idősek. Itt mindenki mindenkit ismer, tehát hogy az is nagyon fontos, ugye, hogy mi több mint 10 évvel járunk ide, hogy ismernek már bennünket, illetve hát azokat is ismerik, akik részt vesznek a szervezésbe, és hogy tényleg mindenki ismer mindenkit, ezzel sokkal gördülékenyebbé válik, és úgy, ahogy mondja, hogy sokkal otthonosabb minden olyan lehetőség, ami most itt elérhető. Kertész Ágnes azt is elmondta, hogy ezek a szűrővizsgálatok azért is nagyon fontosak, hogy azok az emberek, akiknél a szakemberek bármilyen eltérést tapasztalnak az egészségügyi állapotukban, a lehető leghamarabb kapjanak szakmai segítséget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!